Félek, hogy a nagy kutyák veszélyt jelentenek a Yorkshire terrieremre, ezért nem merem kivinni a kutyafuttatóra. A doktor úr szerint érdemes lenne megpróbálnom, vagy inkább kerüljük az ilyen helyzeteket? Hát ez egy érdekes kérdés. Ez sokszor a Yorkshire terriertől függ, nem is annyira nagy testű kutyától, mint magától a kistestűtől függ. Ha a kiskutya kifejezetten provokatív jellem, és ugatja, támadja, csipkelődik a nagykutyákkal, amire sokszor van, tehát sok ilyen megfigyelés van, akkor ez veszélyt hordozhat valóban, mert hiszen egy Yorkshire terrier, hogyha egy nagy testű kutyától egy harapást szenved el, legyen az akármely test részén, ott az nagyon komoly következményeket vonzhat, akár mellkastályékon, vagy akár csak lábon, bárhol. Én azt gondolom viszont a kutyáknak a normál szociális viselkedésük kell, hogy elég érett legyen ahhoz, hogy, és ehhez persze egy szoktatás mindenképpen szükséges, és egy tanulási fázis mindenképpen szükséges, hogy fölmérje, hogy ő és a nagy kutya milyen erőviszonyokkal rendelkezik, ezért hogyan kell egy nagy testű kutyához viszonyulni egy ilyen mini kutyának, mint a Yorkshire. Tehát az eseteknek a 90%-ában semmiféle probléma ebből nem szokott lenni, hogyha szociálisan jól tudtuk bevezetni, jól meg tudtuk tanítani, szociálisan jó helyzetben van már a kutya, nem az élete első alkalmával tesszük be egy olyan helyzetbe, vagy tesszük ki egy olyan helyzetnek, ahol esetleg kissé, ingerlékeny, nagyobb testű kutyák szeretik megmorogni a kis testűeket. Ha ilyen esetben a kis testű kutya visszamorog, provokálja a nagy testűt, akkor pórul járhat valóban. Tehát szoktatni kell, tanítani kell, szocializálni kell. Ezt tanítják. Erre oktatásra is lehet járni, a szocializációs oktatásra lehet járni kiskutyával, nagykutyával is természetesen, tehát mindenféle kutyával. Ha ezen túl vagyunk, és jól sikerült szocializálni a kutyát, nem kell félni ilyen jellegű összetűzésektől, és azoknak a súlyos következményeitől sem.